5 rész? 7 rész? Sziasztok, Matilda vagyok, és mivel elmúlt a február is, ideje egy februári összegzős videónak. Februárban sok könyvet sikerült kiolvasnom, ennek elég nagy része kötelező olvasmány volt, ami az érettségihez kell, és ezek nem voltak olyan nagyon hosszú könyvek, meg úgy általánosságban nem is olvastam olyan nagyon hosszú könyveket, tehát sok könyvet olvastam, de rövideket. Na de nézzük is akkor, hogy miket olvastam. Az első 3 könyv, amit februárban olvastam ki, az Salla Simukka Hófehér trilógiája volt, a Vérvörös, a Hófehér és az Ében Fekete. Ezekről a könyvekről a Barangolás Európában című kis videósorozatomhoz, projektemhez készítettem külön videót, azt ide belinkelem, és ebben bővebben beszélek erről a trilógiáról. Ez egy ilyen egy ilyen krimi, nyomozós, rövid, könnyed kis olvasmányok. Akit érdekel, az kattintson rá a linkre. Másik könyv, amit kiolvastam a hónapban, az... Nem tudom, hogy kell ezt a nevet kimondani. De én a fejemben Stianskalnak mondtam, úgyhogy most így fogom mondani. Ezt a könyvet az író küldte el nekem, amit ezúton is köszönök, és... Ebben a történetben követünk 4 embert? 4 embert, azt hiszem. Mindegy, több embert is, mert így változó a létszám. Akinek így konkrétan a szemszögén keresztül figyeljük az eseményeket, az csalok, mert nem emlékszem a nevére. Régen volt már február eleje. Maugisnak a szemszögéből követjük a történetet. Ő egy... Hát most nem mondom, azt hiszem mágus, nem tanonc már, mert már felavatták. És ő egy kocsmában bajba kerül, és ott találkozik egy 3 fős társasággal, akik ezt a bizonyos elveszett aranyvárost keresik, és bevonják őt is, és ezután együtt folytatják a város utáni keresést. És így nagyon tömören ez a története a könyvnek. Ami nekem föltűnt, bár hogy ez elméletileg nem, tehát hogy nem láttam semmi arra utaló jelet, hogy ez sorozat lenne, viszont a könyv az konkrétan ott ér véget, hogy... Ez most spoiler? Lehet spoiler. Szóval konkrétan ott ér véget a könyv, hogy megtalálták a bejáratot, és vége. És ezért nekem valami olyasmi érzésem volt, mint hogyha ennek folytatódnia kellene, de nem tudom, mert nem láttam arra utaló jelet sehol, hogy ez sorozat lenne, vagy lenne folytatása, szóval... Ez egy kicsit ilyen furcsa volt nekem a végén, hogy ott így, ott a levegőbe lóba hagyta az olvasót a könyv. De vannak ilyen könyvek, szóval nem tudom, fantáziára van bízva. Ezzel az elveszett aranyváros keresésével párhuzamosan olvastam az egyik kötelezőt, ami kell az érettségire. Ja, Istenem. Ez pedig Vörös Sándortól volt a Psziché. De nem szoktam annyira a kötelezőkről nagyon beszélni ezekben a videóban, úgyhogy csak mondom, hogy ezt elolvastam, és soha többé nem fogom. Ez egy... Nem. Majd elég lesz az érettségén ezekről beszélnem. Azután, a következő könyv, amit elolvastam februárban, ez volt az első könyv, az évben, aminek 5 csillagot adtam, és nem újraolvasás volt, ez pedig... Stephanie Perry-től a Borzalmak kastélya. És ez egy videójáték adaptáció, tehát ez a Resident Evil játékokból lett írva ez a könyv. Nem ez, ez az elsőből. A Resident Evil játékoknak van könyv adaptációja, és én most kicsit rákattantam a Resident Evil 2-nek a remake-jére, és nagyon érdekelt a történet, mert a videójátékokat így nézni szeretem, de nem sok van, aminek így meg szokott fogni a történetem, mert én általában így a történetre vagyok kíváncsi egy-egy videójátékban. És erre is kíváncsi voltam, de ugye a Resident Evil-ben nagyon sok játék van, és aztán rákerestem, hogy van-e belőle könyv, úgyhogy jutottam, hogy akkor elolvasom a könyveket, és akkor nagyjából képbe kerülök a sztorival kapcsolatban. Ezért olvastam ezt a Borzalmak kastélya című első részt, ami a Resident Evil 1-nek a történéseit foglalja össze könyvformában. És tetszett, ez jó volt. De akkor ide behozom, mert elolvastam utána még februárban a második részét is, az Iszonyat fokát.
ez annyira már nem tetszett, amit legfőképpen annak tudok be, hogy igazából nem érdekeltek a karakterek, és ez ilyen átkötés kb. Így az első és a harmadik rész között, és nem is konkrét, nincs is ennek talán konkrét játék alapja, ebben most nem vagyok biztos. Szóval ez a rész annyira nem tetszett, és most olvasom a harmadikat, úgyhogy szerintem az tetszeni fog, mert az eddig jobban tetszik, mint a második rész. Szóval most Resident Evil-t fogok olvasni egy ideig. Másik kötelező, amit kiolvastam februárban, az Mixed Kálmántól a Jó palócok. Ennek megadom, ez legalább tűrhető kategóriába esik nálam a kötelezők szintjén. Úgyhogy ez nem volt olyan nagyon rossz, mint a Psziché. Vagy mint néhány másik, amit már elolvastam. Folytattam ezen fölül az Így neved a sárkány sorozat újraolvasását, úgyhogy elolvastam a harmadik részét a... Hogyan beszél sárkányul talán, az magyarul a címe. És így nagyjából akkor olvastam el, ahogy láttam a filmet, tehát a harmadik filmet. Arról is a véleményemet ide belinkelem. Szóval ezt így kb. Azután olvastam el, hogy megnéztem a filmet, és így hirtelen a film felkavart érzelmi állapotban hagyott, ráadásul ezeknek a könyveknek az elején meg a végén általában hamlatnak ilyen visszaemlékezéses sírásai vannak. Úgyhogy nem lepődtem meg, amikor ezen a könyvben így a végén könnyeket hullajtottam, mert emlékeztetett a filmre és arra, hogy mi lesz a sorozat vége. És az utolsó könyv, amit szintén még februárban elolvastam, szintén kötelező volt. Ez egy Petőfi kötet, ennek csak egy részét kellett elolvasnom. Az Apostolt, mert ezzel még kb. Tizedikből lógtam, mert kb. Akkor vettük, és akkor nem olvastam el, de érettségítétel, úgyhogy most muszáj volt. Túlestem ezen is, de Petőfit még mindig nem szeretem. Az a jó, hogy már csak két kötelezőt kell elolvasnom, és megleszek az érettségi adaggal. És utána soha többé egyiket sem fogom a kezembe venni. Én ezeket a könyveket olvastam el februárban, a kommentekben írjátok meg, hogy ti mit tudtatok elolvasni ebben a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, vagy ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!